20 év szünet után látogatott ismét Magyarországra Dél-Korea elnöke, Áder János államfő és Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta. Ez alatt a 20 év alatt a 10-szeresére nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom. Ráadásul több koreai vállalat jövőbe mutató beruházásokat hozott Magyarországra, például az elektromos autóiparban. Orbán Viktor bejelentette, hogy tárgyalások kezdődtek egy nagy budapesti koreai egyetemi kampusz létrehozásáról. 20 évvel ezelőtt járt a legutóbb dél-koreai elnök Magyarországon. Moon Jae-int Áder János köztársasági elnök fogadta a Sándor palotában. Az államfő a találkozót követő sajtótájékoztatón közölte. A koreai elnökkel kedden a glasgowi klímacsúcson is találkozott. Áder János ennek kapcsán kiemelte, a két ország klímacéljai több ponton is egyeznek. Mind a két ország elfogadta, célul tűzte ki, hogy 2050-re karbon semleges lesz. 한국과 헝가리 양국이 다 2050년까지 탄소 중립을 약속을 했습니다. És mind a két ország úgy gondolja, hogy a klímasemlegességet nem lehet elérni az atomenergia használata nélkül. Áder János hozzátette, a klímasemlegesség elérése további erőfeszítéseket és fejlesztéseket igényel, amely további lehetőséget ad a két ország együttműködésére tudományos, technológiai és gazdasági téren egyaránt. A dél-koreai elnök is a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről beszélt. Megállapodtunk Áder János elnök úrral, hogy a két ország közötti együttműködést a stratégiai partnerség szintjére emeljük, és újabb lehetőségeket keresünk az együttműködésre, hangsúlyozta Moon Jae-in. A magyar kormány meghozott minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy akadálymentes legyen a kereskedelem a két ország között, valamint Magyarországon legyen Európa legvonzóbb beruházási környezete. Erről beszélt Szijjártó Péter a Visegrádi Országok és a Koreai Köztársaság üzleti fórumán, amelyen a dél-koreai elnök és Orbán Viktor is részt vett. A Magyar Exim Bank egy 1,4 milliárd dolláros hitelkeretet nyitott az önök együttműködésének támogatására. A beruházások ösztönzésével foglalkozó kormányzati ügynökségünk minden koreai vállalat számára biztosítja a törvények adta lehetőségek között a legmagasabb készpénztámogatást és a fejlesztési adókedvezményt. Magyarországon a koreaiak adják a negyedik legnagyobb beruházói közösséget, emelte ki beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök arról is szólt, hogy 2019-ben nem egy nyugati országból érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra, hanem Koreából, hangsúlyozva, hogy soha nem volt még ilyen korábban a magyar gazdaság történetben. A kormányfő hozzátette, jelenleg 4 milliárd dollár értékben folynak koreai beruházások Magyarországon, és további 16 befektetés megindításáról tárgyalnak. Az elnök úrral arra jutottunk, hogy a két ország közötti egyébként civilis és jó és baráti kapcsolatokat egy szinttel följebb fogjuk emelni. Stratégiai kapcsolatnak nevezzük, stratégiai szintnek nevezzük. És a gazdaságon túl ki fogjuk terjeszteni a tudományra, a kutatásra és az oktatásra is. Megkezdjük a tárgyalásokat egy komoly nagy koreai egyetemi kampusz létrehozásáról Budapesten. 1989. júniusában Jászfényszarun elindult a Samsung televíziógyára. Ez volt a kezdete annak a gazdasági partnerségnek, amely a V4 és Korea között köttetett. Emelte ki Moon Jae-in. Az ázsiai ország elnöke azt mondta, a kölcsönös együttműködés eredménye lenyűgöző. Több mint 600 koreai cég több mint 10 milliárd dollár értékben fektetett be a visegrádi országokban. A modern koreai ipar szeretne a V4-ekkel együtt továbbfejlődni. Remélem, hogy az együttműködésben ki tudjuk terjeszteni az elérésünket Európán túl is. Szeretném aláhúzni, hogy mennyire fontos a gazdasági együttműködés, az elektromos autók akkumulátorgyártása, a digitális és zöld átalakulás, valamint a bio- és egészségipar terén, amelynek a jelentősége a pandémia miatt nagyon megnőtt, mondta Moon Jae-in. A koreai elnök csütörtökön a visegrádi országok vezetőivel találkozik Budapesten.